Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, meddig lehet a gazdaság pörgését adósságból fenntartani. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyv első második részét, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve július 11-én egész napos tréningem lesz az ingatlan felújítás buktatói vagy lehetőségei címmel. Itt már kattints és vásárold meg egy ilyet. Ez szerintem nagyon jó kérdés, ugye az interneten vannak nagyon jó hozzászólások és videók, én is követek néhány embert, és nagyon jók. És hasonlót tartok én is, és egy picit most ez ilyen rókafogta csukának látom ezt a dolgot, legalábbis én, hogy tele teszik a gazdaságot pénzzel, ez így van, mert most már bemész a bankba, tényleg egy hitellel jössz ki, tehát olyan szinten vagyunk. Ez egyébként egy buborék kezdete, tehát ilyen volt a 2008 is, hogy már boldog-boldogtalannak adtak hitelt, most ugyanott vagyunk, mert a gazdaság pörgését hitelből akarják fenntartani, tehát behiteleznek téged abból a hitelből, te ha most vállalkozó vagy, akkor vásárolsz valamit. Csak az a kérdés, hogy arra, amit majd vásárolni fogsz, mekkora igény van, mekkora haszna van a te számodra annak, és milyen a megtérülés, és valóban van-e rá piaci igény. Mert sok esetben, amikor hitelből vásárolunk, azért ne felejtsük, hogy nem mindig van rá igény. Van egy, nem egy vállalkozó társam, aki tényleg mindenféle EU-s pályázattal ért, hogy igen, akkor munkahelyteremtés, és akkor beruházunk, és kapunk az államtól, nem tudom, 6 millió forintot mondjuk. Ez a 6 millió forintot ő természetesen visszafizette úgy, hogy munkabérben, meg egyebekben, de nagyon sok olyan eset volt, amikor stagnált a piaca, vagy lefelé ment a piaca, és bizony azt a nem tudom 10 embert, vagy nem tudom mennyit kellett egyébként eltartania akkor, hogy nem is tudott nekik mindig munkát adni. Viszont ugye szerződés kötötte, és a szerződést meg nyilván teljesítenie kellett. Úgyhogy ez ezért is kérdés, és én most megmondom őszintén, még erősebben óva intenélek attól, hogy te bármiféle hitelt meg egyebeket akarjál felvenni, és tudom, hogy sokan abban látják, hogy hát hitellel tudok fejlődni, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ki fogod magad szolgáltatni, mert ha bezuhan a piac, és de tételezzük, hogy bezuhan, akkor mit csinálsz a hiteleddel, hogyha nem lesz rá piaci kereslet, és gondolj arra is, hogy igaz, hogy most megöntik a gazdaságot pénzzel, és ez fel is fogja talán pörgetni, én még ezt is elhiszem, viszont gondolj bele, hogyha a koronavírusnak lesz második, harmadik, akárhányadik fázisa, ott viszont az ember ki sem mehet, össze fogja magát húzni, nem lesz pénze, ugye nem tud bemenni dolgozni, tehát ugye most is azért kaptunk egy pici kis ízelítőt belőle szerintem, hogy akkor mi van? Tele van a világ pénzzel, még akkor is a nyomtatott pénzzel, tele van Magyarország pénzzel, hitelekkel, de közben az emberek nem tudnak vásárolni, akkor se ha akar, mert nem mehet ki az utcára, nem mehet be a boltba, meg amúgy lehet, hogy a férjem elveszti a munkát, vagy a feleségem, és akkor össze kell húznom magunkat, hogy akkor mi van. Jó? Tehát ez ilyen az én szememben most jelen pillanatban, én ezen gondolkodom egyébként, látok az én megoldásokat természetesen, de hogy ilyenkor mi lesz a helyzet? Hogy az egyik oldalról pörgetném, a másik oldalon meg az emberek könnyen lehet, hogy vissza fognak húzódni, és arra kérlek most téged is, hogy ezen gondolkozz egy picit el. Hogy vegyek fel hitelt, vegyek egy új tévét, vagy vegyek egy új munkaeszközt, abban a reményben, hogy én ezt aztán tényleg ki fogom termelni, de közben mondjuk veszek egy fűnyírót, de közben nem engednek be az emberek a kertjükbe, hogy lenyírjam nekik a füvet, mert félnek, hogy bármit megfogok, meg hadd ne soroljam, és attól ők megfertőződnek. Úgyhogy inkább ezt ilyen gondolatébresztőnek szántam, úgyhogy gyere az előadásomra, online lesz természetesen most még, de ezen tényleg gondolkozz el, mert ez egy könnyen lehet, hogy egy valós történetté fog válni. Úgyhogy szia!